Sziasztok, Zsolt vagyok, szép napot kívánok, és elhoztam nektek a következő játékot, ami nem más, mint a Cyber Action, vagyis Super Cat. Már jó, hogy a Super Cat World, inkább Super Cat, ami egy Rage Game játék, mert tudjátok, mert már csináltam egyszer egy videót, énben szó szerint szarrá, de szarrá felcseszett az ideg engem. Szóval, ja. És akkor úgy döntöttem, hogy ma, ebben a részben, rohadt gyorsan próbálom kijátszani ezt az első rohadt pályát. Megpróbálom kijátszani, de hát igaz, meghalni, meg fogok halni, mert tegnap is játszottam vele, és szétcseszett az ideg szó szerint. Ja, és közben az, hogy tanuljak egy jót, szóval tegnap néztem egy kis VR-t, Pisti és Janit, és néztem ugye ezt, tehát a Super 2-es videójukat, és szarrá nevettem magamon, mert tényleg nagyon vicces videó volt. És ugye a legismertebb videósokról van szó, akik hamarosan a dokumentumfilmet is forgatnak a 10 éves csatornájuk miatt. Na de mindegy. Szóval akkor kezdem is a játékot. És akkor, ja. De közben eszek hozzá egy ropit. Rosszimoszid! Na mindegy, kezdhetjük. Épp élszem át tartok nektek. Ropogtatom éppen a... Ropit. Na mindegy, kezdhetjük. Mi az a troll? Na ez a zene idegesít. Igen, elsőként el lehet szenvedni. Ó, arra a téletbe! Nincs semmi gond. Már megint! Oké. De! Jó. Próbálkozzunk megint. Relaxáljunk egyet. Oké. Igen, az lezuhan, kérem szépen. Jó, teljesítettem. Potenciális erő! Ó. Oké, sosem fogom ezt játszani. My goodness. Isten teremtette a világot, mi meg felépítettük, de mi is vesszük el olyan értelemből. De, igen, elvesszük. Úgy, mint ez a játék, elveszi a kedvelet. Ott hagyom a fenébe amúgy, mert... Oh! Oh my god! Kikerültem. Csak a felőben ütközök. De mi? Mi van ott? Az a kocka. De... Nem hiszem el.
Nem, de nem százas. Nem százas. Nem százas. Oké. Oké. Gomba. Oh my god, ott lejött a nét. Úristen. Jó van. Woo! És megy ám. Oké. Lelúja, halleluja. Ok. Na, ezt a pályát utáltam a legjobban az egész életem során. Jó. Jó, oké. Mindig fel akarok ugrani oda, csak a bolond felő miatt nem lehet. Csak fel akarok oda ugrani. Megvárom, ezek a kis lények elmennek onnéd. Menj már el az anyádba. Jó? Na ez a legnehezebb pálya. Oké. Na ne! Igen, ezt ki kell kerülni. No. Hát itt... Nézzük meg valamit róla. Itt igen. Itt baszki nekifutásból kell. Itt? Oh my god! Leestem verembe. Itt nekifutásból kell csinálni. Nem nyugszok addig, ameddig ki nem játszom ezt a pályát. Meg kell bizonyítsam, hogy Nagy Zsolt is képes erre. A zene meg idegesít. Ez a meg embetegen találták ki szerintem ezt a zenét, mert... Wow, Istenem! Wow, öngyilkosság! Most a 10. percnél járok. De addigra már sikerül. Halljak meg, ha nem. Nem akarok meghalni. Majd kezdem elveszteni a türelmemet. Nem hiszem, hogy nem lehet időben elugrani a francba onnéd. Hát ez bazd meg, ez ideglő.
De ma megint nem! Hát ezt nem hiszem el! Hogy a fenébe kellett megcsinálni! Mi a fasz? Na jó van. Ezt nem hiszem el. Szógy! Beleest, és ki tudtam jönni időben. A fenébe ott fogom, hogy... 11 perce kínlódok. Nem hiszem, hogy beszélem könnyen. Lefejelem a telefont. Lefejelem a telefont. Oh! Na itt kell izénom egyet ugrani. Ne, ne, ne! Nem, de... Hogy a főnép? De és így csináltam. Így szoktam csinálni. Bazd meg. De... Hát ezt nem hiszem, ember. Ezt nem hiszem el. 12 percen nyomulok itten, és... Egyszerűen nem megy. Nem megy. Pedig régebben úgy tudtam, hogy jobban ki tudtam. Na! Játszani! Jó, 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 ez sikerül. Ez sikerül. És meg kell várjam, amíg azok a szarok elmennek. De, de miért? Rámentem a rohadt felhőre. Fasz megáll. Francba! Legy öngyilkos! Franc ki van. Játszik basszus ez a játék az idegemmel. Milyen húzok fel a húgaimhoz, bazd ki. Nem hiszem el. Majd iszok egy rohadt forró teát. Az idegekre jó a citromos tea. Ja, az nincs, akkor jó a garzon tea is, de... Az idegek örlésére, az jó! Na most kell itt felkészülni. Na de miért? Nézd meg, elmentem mellette, cseszd meg! Elmentem, miért kellett odaugorjak arra szarra? Bazd meg! Már nem hiszem el. Ma itt. Miért? Igaz most én voltam. Balfék. Még egy utolsó esélyt adok magamnak, de ott hagyom a fenébe. Tudom, ilyenkor meg jönnek a mondások, hogy meg, hogy miért játszik, játszok után vele, hogyha utána kiakadok. És beleestem a felhőbe. Nincs megállás.
Ez nekem piskóta. Nem, nem piskóta. Egy csoki torta. Piskóta könnyű, de a torta az nem. Unom az egész életemet, amúgy meg. Unom. Így fogok én is leugrani. Belemegyek, jó, beleugrok. A hídról, leugrok a hídról, a zöld hídról, bele, sárvízbe. Esküszöm. Szép, de megvárom, hogy elmenjenek azok a szarok. Oké. Jó? Jó? Csak az utolsó pálya, Zsolt. Na, itt kell koncentráljak. Ne. Jó. Végre! Ja. Oh my god. Oh my god, oké. Oké, ezt tudom, hogy ez csak az utolsó pálya már csak. Na, adios, achios, machos. Köszönöm, hogy elhozhattam nektek ezt a játékot, és igen, nagyon, de nagyon felidegesített engem, de végre, valahára, majdnem 20 percnyire sikerült megnyernem ezt a részt. Sikerült, végre, sikerült, kivinnem. És legközelebb pedig jön a következő rész, szóval igen. És már nem tudok beszélni is. Szóval most, kérem szépen, hogy most megvan az első részt, most elköszönök tőletek, megyek, és akkor kész a finom, jó kis spagetti, bezabálom magam vele, és akkor mondok egy jó napot nektek, hogy meg a játékra, hogy köszönöm, hogy kijátszottam. Én Zsolt voltam, addig is sziasztok!